Köszöntöm a háttér nézőit a mai adásban. Völner Pál országgyűlési képviselővel a tavaszi parlamenti ülésszak végéről fogunk beszélgetni, hogy milyen fontos döntések születtek, és nyilvánvalóan mi fog majd a nyár folyamán lezajlani. Aztán egy esztergomi fotós, lehet nem is olyan régen, a National Geographic által meghirdetett nap fotója, hogy ezt a képet mikor és hol lőtte, arról is beszélgetünk vele. Aztán természetesen a nyáron nagyon sokféle lehetőség van számunkra arra, hogy kikapcsolódjunk, vagy éppen együnk egy finomat itt Esztergomban, egy közkedvelt étterem új séfje, és tulajdonosa lesz majd a vendégünk. De ha velünk maradnak, akkor a múzeumok éjszakája legfrissebb dolgairól és programjairól is megtudhatnak mindent. Maradjanak velünk, már is kezdünk! Véget ért a tavaszi ülésszak a parlamentben, elkezdődött a nyár, és többek között az egyik Dunakanyar legkedvelte programja a hajózás is elindult, és persze helyi fejlesztésekről is szót ejtünk majd dr. Völner Pál országgyűlési képviselővel. Üdvözlöm! Köszöntöm a nézőket! Még mielőtt ezekre rátérnénk, kíváncsi volnék, nem tudom kihagyni, hogy nézte a mérkőzés, követte esetleg? Ott voltam a helyszínen. Mit szól hozzá? Lehet, hogy jobbak voltak a portugálok, de ennyivel nem, és kis szerencsével mi is nyerhettünk volna. Hát így van, meglátjuk majd a folytatást, de ezt muszáj volt megkérdezzem. No, véget ért az ülésszak. Hát itt az elmúlt időszakban sokat beszélgetünk erről, mert volt miről, főleg az ellenzék által összehozott dolgokkal kapcsolatban, és többek között egyébként, ha jól tudom, Jakab Péter büntetése kapcsán is volt egy utolsó döntés, mert fellebbezett még a múltkori miatt. Igen. Szóval, hogy lehetne ezeket a dolgokat így lezárni, hogy értékelni itt a nyári szünet előtt? Hát az látszik, hogy az elmúlt időszak az egész ország életében a kormánynál, önkormányzatoknál, parlamentnél a járvány elleni védekezésről szólt, és hát az oltásnak köszönhetően, hál' Istennek ma teltházas futballmérkőzéseket lehet rendezni Magyarországon, ellentétben Európa más országaival. És az is látszik, hogy az ellenzék ebben abszolút nem volt partner. Tehát gyakorlatilag nyíltan úszítottak a keleti vakcinák ellen, amivel ezt a lépés előnyt meg tudtuk szerezni. Parlamenti határozott tervezetben egyenesen betiltásukról arra tettek javaslatot, amit ugyan most letagadnak, de írásos nyoma van egyébként a tevékenységüknek. És ugyanazt a handabandázó stílust folytatták egyébként, amit korábban gondoljuk a krumplis akcióra, ugye emlékszünk, amikor sípolgattak a parlamentbe, különböző feliratokat mutogatnak. Tegnap éppen Szabó Tímea egy lobogóval vonult föl a pulpitusra. Ezek mind meg nem engedett tevékenységek a házban. Ettől függetlenül, bocsánat, de kint voltak például a mérkőzésen többek között Karácsony Gergely miniszterelnök. Fekete Győr András. Fekete összes, Győr András igen, is. Gyakorlatilag a miniszterelnök jelöltek úgy látszik. Kint voltak a felvonultak. Ha jól látom, Dobrev Kára valahol máshol nézte szurkolói zónában, ott is több mint tízezren voltak egyébként. Hál' Istennek, mi sokan voltak, reméljük majd több szerencség is lesz. Tehát csak annyira, hogy nem működtek együtt abban, hogy leküzdjük ezt a járványt, és úgy elborzadva gondoltam arra, hogyha mondjuk Brüsszelbe ugyanebben a stílusban fellépnének, mondjuk az Európa Parlamentbe krupizsákkal hadonászna, Jakab Péter, vagy különböző lobogókkal, transzparensekkel vonulnának, vagy oda mennének von der Leyen asszonyhoz, és a képébe sípolnának, meg ilyen dudákkal rohangásznának. Tehát egyszerűen adaptálni kellene. Tehát ugye ők azt mondják, hogy kormányra akarnak kerülni, most ezt a stílust kiviszik oda. Én azt mondtam, hogy nem nézünk fel annyira a nyugatra, de ebbe azért sajnos ebben sokkal jobban állnak, mint mi. Tehát ezt a stílust ott nem lehet eladni. És azért láthattuk, az elmúlt héten is volt például ugye egy törvénye kapcsolatos tüntetés, a pedofília kapcsán volt szigorítás, és ott is egyértelműen állást foglalt az ellenzék. Hát politikai úszítás egyetem, mert a Jobbikot ugye beültették így, hogy megosszák a választókat, hogy megszavazzák, majd utána aztán módosítanak. Csak szeretnék kitérni arra, hogy mi volt ez az ominózus, amire azt mondják, hogy itt az LMBT közösség ellen lépett fel a kormány. Nem. Az óvodai és az iskolai gyerekek védelme érdekében lépett fel a kormány, hogy különböző olyan tartalmakat ne tudjanak népszerűsíteni óvodai szinten, hogy a nemek átalakítása, a homoszexualitásnak a népszerűsítése. Volt is ez a fantasztikus és idézőjelesen triplán betűvekő. Tehát gyakorlatilag olyan témák, amiket egyébként nincs az óvodában helye.
Tehát én azt mondom, hogy maga az egész felvilágosító tevékenységnek is valamikor az általános iskola bizonyos szakaszában a pubertás körül kell kezdődnie. Addig egy gyereket ilyen gondolatokkal terhelni, ilyen ügyekkel nyomasztani, ami egyébként a felnőttek egy részét, akik érettek, azokat nem érdekli, vagy éppenséggel akinek van ilyen, hogy úgy mondjam, viszonyulása a dolgokhoz, azok meg szabadon megtehetik. Tehát semmiféle korlátozásról nem beszéltünk. Arról beszéltünk, hogy különböző ilyen NGO szervezetek, és meg is nézhetjük, hogy általában a Soros által finanszírozott szervezetek ott vannak mindig emögött, ugyanúgy, hogy Amerikában és a nyugati világban egyszerűen szét akarják rombolni a tradicionális családokat, a hagyományos életmódot, a férfi-nő viszonyt és a gyerekek viszonyát, tehát magát a családot. No, egy mondatban még gyorsan folytatódik majd ősszel az ülésszak, addig nyilván azért nem tétlenkednek, de hát a legfontosabb dolog majd ugye, hogy lassan-lassan rákanyarodunk a választásokra. Hát a választásokra mindig oda kell természetesen figyelni. Én azt mondom, hogy egy kormányzatnak elsősorban az, hogy jól kormányozzon, hogy gyakorlatilag emelkedjenek a bérek. Elfogadtuk a költségvetést is tegnap. Mik vannak benne, amiket a baloldal nem is szavazott meg, be se jött egyébként, mert az, hogy tiltakoznak a LMBT jogoknak a szabályozása ellen, ez elfogadható. De az, hogy a 25 év alattiak adómentességét nem szavazták meg, a 13. havi nyugdíj második heti kifizetésének a visszaépítését nem szavazták meg, azt, hogy a munkavállalóknak a járulékai 2%-kal csökkennek, nem szavazták meg. Tehát gyakorlatilag semmilyen olyan kormányzati intézkedés sem támogatnak, ami a mindenkinek gyakorlatilag pozitív lehetőségeket biztosít a jövőben. Térjünk rá egy picit kellemesebb témára, a nyár kapcsán az egyik legkedveltebb programos már évek óta, és ezt folyamatosan egyébként fejlesztik egyre több járattal is többek között, ugye az a helyközi dunakanyari hajózás. Ez nagyon nagy sikernek örvend. Igen, hál' Istennek a Márpásznak tavaly felvonult a Dunakanyarba a flottájával együtt, akkor, amikor az idegenforgalom éppen úgy megfeneklett, főleg a külföldi vonatkozásban, és az akkori sikereken közkedveltségen felbuzdulva már Esztergomot is bekapcsolták ezekbe a járatokba. Láttatok ezt a nagy sikerű dunakanyari hajófelvonulástól, minden kis motorcsónak csatlakozott. Igen. Tehát olyan 50-60 részevővel legalább volt egy ilyen nagy sikerű rendezvényünk a hétvégén. És az is látszik, hogy ez folyamatosan bővül. Vannak ezek a hopon-hopof járatok, amelyekről le lehet szállni, vissza lehet szállni ugyanazzal a jeggyel. És hát ami nekem külön tetszik, hogy olyan társadalmi szerepvállalása is van a Márpásznak, ami egyébként állami cég, tehát ezt mindig hozzátenném, hogy pontosan a Covid-járványban betöltött munkájuk elismeréseként például az egészségügyi dolgozóknak térítésmentesen szerveznek egy napot, amikor őket fogják például Esztergomból hajókáztatni, úgyhogy remélem, hogy annak is nagy sikere lesz. Fontos az is, hogy a könnyítéseknek és az enyhítéseknek köszönhetően, és ez nyilvánvalóan, ugye erre már sokat beszéltünk, ez azért volt lehetséges, mert ennyien beoltották magukat, és ugye a kormány is mindent megtett azért, hogy egyre több és egyre több féle oltást megkapjunk. Ma már arról beszélhetünk, hogy lehet falunapokat tartani, hogy lehet szabadtéri rendezvényeket tartani, vagy éppenséggel, ha már megint visszatérünk az Európa bajnokságra, több ezen szurkolhatunk akár együtt a főtéren, itt Esztergomban és számos településen. Igen, hát láttuk az éttermeknek a megnyitást. Hát ugye először a teraszok, az oltottak, azok bent is meglátogathatják. Az 5000 fő alatti településeknél 15-től kezdődően, június 15-től kezdődően már 1500 fős falunapokat is lehet tartani. Vagy beszéltük az előbb a hajózásról, tehát ott is volt a védettségigazolványon rendelkezők, vagy a maszkkal, tehát attól függően, hogy hogyan, de igénybe tudják venni ezeket a szolgáltatásokat. Apropó, beszéltünk a dunakanyari hajózásról, fura mód a budapesti BKV hajózáshoz gyakorlatilag nem indult be az idejében. Itt is a Márpásznak, tehát az államnak kellett segítenie, hogy legyen olyan menetrendszerinti járat Budapesten belül, ami az ott élőket kiszolgálja. És hát remélem, hogy a Láncid kiesése után ott is lesz egy átkelő hajó néhány napon belül, ami a gyalogosan közlekedőknek egy gyors átkelési lehetőséget fog biztosítani. Az autósok meg továbbra is majd főnek. Egyszerűen érthetetlen, ahogy a főváros a saját problémáihoz viszonyult, tehát emlékszünk, hogy Karácsony Gergely azt mondta, hogy hát aki nem tud autóval menni, az szálljon ki az autóból és gyalogoljon.
Azt elfelejtette hozzátenni, hogy parkolóhelyet ki fog biztosítani egyébként a gyaloglás megkezdéséhez. Tehát az utóbbi pár napban, hetekben gyakorlatilag magam is elszenvedője vagyok az ottani kaotikus viszonyoknak. A megszüntetés ugye az ikonikus nulladik kilométernél lévő... Hát ugye a nagy zöld barátok, akik tiltakoznak, ott vannak minden favágásnál, gyakorlatilag a kommunisták által is tiszteletbe tartott virágágyást most lebetonozták, leaszfaltozták, és valóban a közepére felfestettek egy kerékpársávot, aki oda be akar jutni, ez kb. Háromszor elütik az autók egyébként, tehát egyszerűen érthetetlen, amit csinálnak. No, hát sok milyen érthetetlen dologról tudnánk még beszélgetni, de egyelőre zárjuk ezt itt most le. Köszönöm, hogy itt volt, és hogy ezekről beszéltünk. Köszönöm a lehetőséget. A korábbiakban már beszéltünk, hogy lesz múzeumok éjszakája. Idén most már arról is tudunk beszélni, hogy milyen programokkal várják a szervezők az érdeklődőket. Szervusz, Andris! Hála Istennek, ahogy mondtuk, idén most már tényleg... valójában és valóságosan is fizikálisan is meglátogathatjuk azokat az érdekes helyszíneket, amiket összeszedtetek a múzeumok éjszakájára. Egy picit, mielőtt a programokból belemennénk, azért a múzeumok éjszakájáról, mint programról általában beszéljünk. Most már ez jó pár éve van országszerte, és itt Esztergomban is. Te hosszú éve szervezed is. Mit tudsz elmondani, hogy miért csodálatos ez az egész, és miért hasznos ez az egész múzeumot és a múzeumon dolgozó társadalom részére? Köszöntök én is mindenkit. Hát nagy öröm ez nekünk igazából, mert legutoljára 2019-ben volt múzeumok éjszakája élőben. Hát ugye tavaly a központi szervezés az ugye online-ba ment át, és igazából itt mi az esztergomi múzeumokkal beszéltünk is róla még tavaly, hogy hát valami programot csak kéne, de aztán végül is elvetettük, mert igazából abban maradtunk, hogy ez élő dolog. Tehát anélkül, hogy múzeumban mennénk múzeumot látogatni, az így digitálisban nem adja vissza ugyanazt az élményt, és igazából, mint ahogy mondtad is, olyan sok éve már annak, hogy ez az az este, ami kifejezetten a múzeumokról szól. Tehát igazából akár itt Esztergom környékén, meg hát ugye az egész országban, ilyenkor azért az ország apra nagyja fölkerekedik, és múzeumba megy. Ugye ennek a központja ez Budapest, a legelső az még csak és kizárólag Budapesten volt, és azóta terjedt el úgy, hogy már vidéki múzeumok is szervezik. Az esztergomi esemény az annyiban különbözik így más vidéki múzeumoktól, hogy kicsit jobban emlékeztet a pestire. Tehát nálunk a kezdetektől fogva a múzeumoknak egy ilyen nagyon erős együttműködésében születik meg a Múzeumok Éjszakája program. Máshol ez annyira nem jellemző, hogy egy város múzeumai közös jeggyel látogathatók, ugye nálunk hagyományosan mindig kis vonat viszi a látogatókat, amire föl lehet szállni a Múzeumok Éjszakájának a jegyével, tehát így mond idézőjelben ingyenesen is igénybe lehet venni, és ez már hozzá tartozik a múzeumi élményhez, hogy akkor a Keresztény Múzeumnál felszállunk a kis vonatra, és majd teszünk egy kört a városba, és a Duna Múzeumnál szállunk le. Ugye annyi még az elmúlt évekből most idén kimarad, ugye hagyományosan mi ezt mindig közösen a Párkányi Város Múzeum bevonásával csináltuk, tehát ilyen határokon átívelő program is volt ez a múzeumok éjszaka. Ezt sajnos idén még nem tudtuk megvalósítani, akkor még a szlovák oldalról nem voltak biztosak a nyitásban. Egyébként úgyhogy, most már úgy tudom a legfrissebb híreket. Igen, de ez akkor még nem, és akkor nem merték bevállalni, hogy igent mondjanak erre. Remélem jövőre újra így Esztergom Párkány múzeumok éjszakája lesz, és akkor már a kis vonat is át fog menni a hídon. És ez nagyon fontos, mert közelebb hozzátok a múzeumokat. Nem azt mondom, hogy általában nem ilyen formában, mert ilyen formában, de ilyenkor néhány picit olyan plusz dolgokat is bele tudtok vinni, vagy akik az múzeumok éjszakán részt vesznek, akár olyan programokban is részt vehetnek, amit lehet, hogy csak akkor tudnak ezen a napon megtenni. Így van, tehát hogy egyrészt a plusz maga az, hogy este van.
Igen. Tehát sötétben mászkálunk a városban is. Ugye este azért teljesen más egy hangulat a múzeumnak. Ez is másrésztről, meg tényleg vannak olyan programok, amik kifejezetten csak múzeumok éjszakáján vannak. Nem tudom, esetleg olyan műtárgyak kerülnek elő, amik egyébként raktárakban vannak, olyan extra előadásokat lehet majd meghallgatni, amiket egyébként így nem. Illetve az is hozzátartozik, hogy ilyenkor azért mi is egy kicsikét így leengedünk, és olyan programjaink is vannak, ami könnyedebbek sokkal, mint mondjuk, amit egy múzeumban így, nem az, hogy elvárunk, de mégiscsak igen. Tehát egy könnyedebb légkör jön ilyenkor létre a múzeumokban. Aztán majd mindjárt kiemelünk egy-két érdekességet. Minden esetre természetesen a programokat meg lehet találni, majd a képernyőn láthatják, milyen elérhetőségeken, mert természetesen az összes ezzel kapcsolatos információt megtalálnak a közösségi felületeken is. No de, azt is elmondhatjuk amúgy, hogy évről évre mindig pluszt is tudtok tenni, mert vannak olyanok, akik évről évre újonnan csatlakoznak a múzeumok éjszakájához. Igen, tehát igyekszünk mindig a programokat megújítani, mindig vannak új intézmények, akik csatlakoznak a múzeumok éjszakájához. Idén nagy visszatérő, aki már korábban részt vett, a Kákonyi Asztrik Kortárs Galéria, ugye ez a Frankában található kis galéria, ők most visszatértek a múzeumok éjszakájába, illetve idén is, ugyanúgy, mint ahogy eddig is törekedtünk arra, hogy más nem muzeális intézményeket, civil szervezeteket bevonjunk a szervezésbe, a program alakításába, így aztán most idén például nálunk a Keresztény Múzeumban a Kapcsolatok Háza egy ilyen nagy együttműködő partnerünk, akik segítik a programjainkat, illetve a Vármúzeumban az Alteregon Egyesület, illetve a könyvtár részéről Smölcz Margit fogja segíteni a munkát, az ő programjaikon lehet majd részt venni. Vannak ilyenek, mint például zseblámpával a Várhegyen tematikus séta. Ez egész nem. Ha valaki majd kezébe veszi a programfüzetet, és átböngészi a részletes programot, az fogja látni, hogy zseblámpát, vagy olyan okostelefonra érdemes letölteni a zseblámpa funkciót, mert több olyan helyszín is van, ahol kelleni fog. Zseblámpával az Altemplomban, a Bazilikánál vagyunk, a Kincstár, tehát a Balassa Bálint Múzeumban is, ott ugye fantasztikus régészeti kalandjátékok gyerekeknek, hogy csak szemezgessünk tényleg a dolgokból. És itt azért olyan fantasztikus tárlatvezetések, vagy túravezetések is lesznek, majdnem, hogy azt mondhatjuk, hogy egy-egy túravezetésnek is nyugodtan igen, tehát ezek fölfogható ez. Programokat igyekszik minden intézmény kiválasztani, vagy olyannal előállni múzeumok éjszakán, amit amúgy így a hétköznapokon annyira nem. Tehát mindegyik múzeum nagyon színes egyébként a kínálata, de kifejezetten egy olyan érdekes, tematikus tárlatvezetés, mint mondjuk a Keresztény Múzeumban, ami lesz nálunk, hogy hárfával vezetett tárlatvezetés, ami így a korok stílusokon át Sarkadi Gyemese művészettörténésszel együtt egy ilyen plusz élményt tud adni, hogy nem csak a képeken lehet ezt követni, hanem hangzó anyagként is. No, mindezeket nyilván félretéve, azért az élet most már újra beindult nálatok, hála Istennek, és ezt gondolom most már ti is megérzitek, akárhogy most már a múzeumok éjszakájára is készültök, de ez azért gondolom örömmel és megelégedettséggel tölt el benneteket. Igen, tehát most az utóbbi, amióta az iskola is elindult, meg múzeumok is kinyithattak, azóta rengeteg osztálykiránduló csoporttal, meg iskolás csoporttal találkozunk, fordulnak meg nálunk a múzeumba, itt, hogyha járkálunk az Esztergom utcáin, akkor is nincs olyan perc, hogy ne jönne velünk szembe egy iskolás csoport. Hát ők a múzeumban is megfordulnak, úgyhogy mondhatom, hogy nagy a nyüzsi. De hát sajnos ugye még azért ott lebeg fölöttünk a koronavírus, így aztán a múzeumok éjszakáján is, meg egyébként is ugye a múzeum látogatáshoz sajnos szükséges a védettségigazolás, tehát sajnos csak annak tudunk majd jegyet adni, aki megmutatja a védettségi igazolását. És ez egyébként sajnos a kis vonatra is érvényes, így aztán hát egy plusz partnerünk lesz a múzeumok éjszakáján a védettségi kártyánk, de ezt most sajnos így tudjuk csak megoldani. Illetve még fő a biztonság.
Így van, még egy újításunk van idénre, hogy a jegyünk az nem a megszokott matrica, amit eddig használtunk, hanem a Faluworks támogatásával idén már karszalaggal tudunk, illetve hát az lesz tulajdonképpen a jegyünk. És még mindenképpen el szeretném mondani, hogy nagyon-nagyon sok segítséget kaptunk idén az esztergomi Turinform irodától, az Irány Esztergom csapatától, aki hát így igyekszik bennünket, múzeumi dolgozókat koordinálni egy kicsikét, és összefogni azt a munkát, hogy eljussunk igazából a célközönségünkhöz. Hát ez óriási. Még egyszer akkor a programokat részletesen hol találjuk meg? Egyébként persze a programokat a Facebookon létrejött egy esztergomi múzeumok közös Facebook oldala. Ez a múzeumok éjszakája kötőjel Esztergom oldalon megtalálható. Az összes program, az összes múzeumi ajánló, az összes támogatónk megtalálható ott. Nagyon jó. Hát akkor hajrá, múzeumok éjszakájára fel. Köszi, Andis, hogy itt voltál. Várunk mindenkit. Köszönöm szépen. Egy esztergomi fotós hölgy képét választotta a National Geographic 6-án, tehát június 6-án a nap képévé. Erről fogunk beszélgetni az érintettel. Szia, és örülök, hogy itt vagy velünk. Szia, köszönöm a meghívást. Nem tudom, hogy profi vagy amatőr szinten űzöd-e a fotózást. Amatőr szinten. Amatőr szinten. A National Geographic egyébként, ha jól tudom, napi szinten akár több mint 10 000 fotót is kaphat. Igen, nagyon sokat. Tehát az, hogy bekerül valaki és a napképének választják, az egy óriási dolog. Te gondoltad volna valaha? Nem, de vágytam rá nagyon, és hát anno, amikor így nézegettem a napképét, akkor ugye azt szerettem volna nyilván, hogy az én fotómat itt láthassam majd. És ez most megtörtént, bár ehhez több év kellett nyilván, sok tanulás, gyakorlás, menni és fotózni, és még most is nagyon sokat kell tanulnom és fotóznom. De hát ez fantasztikus érzés volt, és meglepő volt ráadásul, mert nem tudtam róla, tehát volt sikongatás meg minden, úgyhogy most nagyon boldog voltam. Most kérem a kollégákat, hogy mutassuk meg a képet, és ezt majd önök most látják. Hát ez az a kép, ami a National Geographic-nak nagyon tetszett, és igen, a nap képévé választották. Gyönyörű fotó minden esetre. Hol készült, és milyen körülmények között? Egy kirándulás alkalmával készült. Bakonyban kirándultunk, és Tésen ezt a szélmalmot szerettem volna mindenképpen megnézni, illetve hát fotót is készíteni erről. Egyébként még csináltam fotót itt ezen a vidéken, nagyon gyönyörű tényleg. Tehát volt éklet, volt miből meríteni. Igen. Bár hozzáteszem, hogy amikor megláttam a szélmalmot, nem voltak kedvezőek a fényhatások, de sikerült egy jó fotót csinálnom. Úgyhogy különböző beállításokkal. Azért nyilván az átlag ember nem is tudja, hogy mennyi minden apró dolgon múlik az, hogy elkapja a pillanatot, igen, a beállítást és a stb. Mikor kezdett el téged a fotózás komolyabban érdekelni? Hú, hát ez már elég régen jött egyébként, hogy szeretnék fotózással foglalkozni. Hát 10 éve is már, talán. Uh-huh, uh-huh. 10 éve is talán. Igazándiból... amikor megláttam olyan dolgokat, amiket szívesen megörökítettem volna, akkor jött, hogy hú, bele kéne kezdeni a fotózásba. De valahogy az élet nem úgy alakult, és nem tudtam ezzel foglalkozni sokáig. Igazándiból kb. 3 évvel ezelőtt kezdtem el fotózni, de először még csak mobiltelefonnal, és most már rendes géppel, egy Sony géppel. Uh-huh. Hát és mentem, és fotóztam, és csináltam. És aztán eljutott, sokszor próbálkoztál, vagy ez volt az első a National Geographic? Sokszor próbálkoztam, uh-huh. igen, és akkor mindig úgy szomorú voltam, hogy nem választották ki a képemet. De ez hogy megy? Mi volt a menet ennek? Elküldöd a képet, és utána mi történt? És vársz, és ami a meglepő volt számomra az, hogy nem is értesítettek egyébként, hogy majd a napképe lesz az én képem 6. hó 6-án, és nem tudom, mintha odaföntről súgták volna, másnap megnéztem, hogy ki élet megint a napképe, megnézem és megcsodálom, és akkor látom, hogy úristen,
ez az én fotóm, ezt nem hiszem el, Jézusom. Tehát így nagyon meglepődtem, és nagyon, mindenkit felhívtam. Helyesen, még szép, hogy... Mindenkit felhívtam, nagyon nagy öröm volt, nagyon, mert erre vágytam, tehát annyira szerettem volna ott látni az én képemet egyszer. Ez most megtörtént. Igen. Mondjuk össze kell foglalnod, vagy mondjuk tematikailag elmondod, melyik azok a témájú képek, amelyek jobban megfognak téged, vagy jobban szereted őket? Hát a tájfotózás az igen, mindenképpen. De egyébként nekem nagyon tetszenek a fekete-fehér fotók is, tehát azért sok minden van a fejemben, amit szeretnék megvalósítani. És szeretnék fekete-fehér fotókat is készíteni. Kicsit művészebb jellegű fotók is tetszenek, abban is gondolkodom egyébként. Vannak meg ilyenkor? A portréfotózást is próbáltam már. Volt egy mentorom, aki egy kis ideig segített nekem, egyébként Balla Andrásnál tanult, és nagyon pici ideig fotózgattunk együtt, és próbálgattuk a portréfotózást. Úgyhogy az is vonz, a portréfotózás is vonz. Na hát ez jó, ugye a fotózás az egy olyan kimeríthetetlen dolog egyébként, nem igaz? Igen. Amúgy mit javasolsz? Mert manapság ugye mindenkinél van mobiltelefon, és mindenféle helyzetben és mindenféle szituációban el tudunk lőni egy képet, meg tudunk örökíteni egy pillanatot. Miért fontos, hogy hogyan álljunk neki mondjuk, ha fotózunk, milyen szempontokat vegyünk figyelembe, mi átlag emberek, akik nem foglalkozunk ezzel annyira? Hát én azt gondolom, hogy manapság nagyon sokan csinálnak nagyon sok jó fotót. És hát nyilván a szemlélet, a fotós szemléletében és a látásmódjában van az, ami talán különlegesebbé tesz egy-egy fotót, és mássá, mondjuk ugyanaz a fotót, mondjuk, hogyha egymás mellé rakjuk különböző emberek, akik fotózták, és nyilván a szemléletben van az, ami megkülönbözteti a másiktól. Hova tovább ilyenkor szokták kérdezni? Egy ilyen lendület után? Hát mindenképpen sokat fotózni, még többet, és még jobban fejlődni. Hát meg a másik álom, az meg tulajdonképpen, hogyha mondjuk kiállításom lehetne, azt mindenképpen szeretném megvalósítani. Igen, ez óriási dolog. Igen. Ha most itt maradunk a fotózásnál, ugye? Ezzel alkot az ember, főleg akik magasabb szinten űzik, mint ti. Meghagytok egy olyan lenyomatot tulajdonképpen, és ugyan főleg a digitális világban, amit aztán ki tudja, hogy még mikor és hogyan szednek majd elő. Igen. Ez milyen érzés? Nagyon jó. Ugye? Igen. Fantasztikus érzés. Nem tudom leírni egyébként. Sokan vannak, akik szeretnek fotózni. Egyébként az RTV is szokott fotópályázatot meghirdetni mindenféle témakörben, és nagyon jó kis képek szoktak érkezni. Most te itt vagy egy élő példa arra, hogy elszántad magad. Igaz, hogy hosszú-hosszú évek gyakorlása lett ennek ugye, itt, egy kitartás, igen. Itt van az eredménye. Igen. De mit javasolsz azoknak, akik nagyon-nagyon szeretnének fotózni, de kicsit bizonytalanok, hogyan kezdjék el ezt magasabb szinten űzni? Hát nekem sem volt tanárom, tehát ez így ösztönből jött egyébként, nyilván ez is sokat számít. De nyilván ahhoz, hogy egy jó fotót az ember meg tudjon csinálni, technikailag is ugye tisztában kell, nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Tehát, hogyha egy természetfotós akar lenni valaki, akkor ugye tisztában kell lenni az időjárással. Ha mondjuk valamilyen madarat, állatot szeretne lefotózni, akkor ugye élővilág. És még sorolhatnám, tehát a beállításoktól kezdve. Van olyan szituáció, hogy egy képet akár több óra megelőz beállítás, persze, ugye? Persze. Egy kép, persze. Hogy azt a képet elkap. Igen. Én erről egyébként nagyon sok képet csináltam. Igen? Igen, és abból nagyon sokból ezt az egyet választottam ki, amire azt mondtam, hogy hú, igen. Ez tetszik nekem is. Hát el tudnám én is nézni sokáig, vagy akár a falamon elképzelni egy ilyen tájképet, ugye? Mert ez gyönyörű, megnyugtató, tehát nagyon jól elkaptad ezt az egészet. Igen. Van kedvenc évszakod? Tavasz. A tavasz? Igen.
ott a gyönyörű színek, stb. Igen, ugye? Amikor új eljött a természet. Igen, igen. És azért ne feledkezzünk meg arról is, hogy itt a környéken, hála Istennek, bőségesen ad mindenféle tájfotózás, vagy akár ugye műemlékjellegű fotózása is. Tehát a helyszín itt, a Dunakanyar, igen, az csodálatos. Csodálatos, így van. Esztergom kisvárosunk gyönyörű, úgyhogy itt is nagyon sok téma van. Gondolkodok ebben is, illetve ilyen életképekben is Esztergomról, úgyhogy vannak tervek. Na, hát ez nagyon helyes. Igen. Sok sikert kívánunk a tervekhez, és gratulálunk, hogy a National Geographic nap fotója címet elnyerted június 6-án. Köszönöm. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Az elmúlt esztendőben, Esztergomban már megszokhattuk, hogy egyre több kínálat van a gasztronómia területén, egyre több helyen ehetünk finomabbnál finomabb dolgokat, és egyre különlegesebb séfek, szakemberek is érkeznek, vagy éppen visszatérnek a városunkba. És ez óriási dolog, azt gondolom, és ez nyilván előre viszi a dolgokat. Ezekről fogunk beszélgetni vendégeimmel. Szervusztok, köszöntelek benneteket! Sziasztok! Sziasztok! Hát Zsolti, te is ugye a vendéglátásban aktívan részt veszel, a közösségi életben aktívan részt veszel, és egy fontos célkitűzésed volt gondolom az is, hogy ha már ugye főleg nyáron ugye kettő helyen is vagytok, hogy hát eddig is megszokhattuk, hogy nagyon finom ételeket és különleges ételeket, házi készítésű, kézműves termékeket is ehetünk nálatok, na de kicsit belehúztál és újítottál a szakember területén. Igen, igen, igen. Hát ugye negyedik éve foglalkozunk vendéglátással itt Esztergomba. Először ugye a Nautilus hajós bár volt, aztán utána nyitottuk a Cakumpak bisztrót. Évről évre próbálunk mindig újítani és erősíteni a színvonalat, fejlődni dolgokba. Hála Istennek tavalyi pandémia idején egy ilyen véletlenszerű összeismerkedés volt a Józsival. Elkezdtünk beszélgetni, édesanyám még szomszédjai lettek a sógoráik. És véletlenek, ugye? Igen, igen, és akkor még ott viccelődtünk, hogy ugye keresek mindig szakácsot, és akkor szeretettel várom. Akkor még Budapesten dolgozott, és egy pár hónap múlva megcsörrent a telefonom, és mondta, hogy eljönne hozzánk dolgozni. Nagyon meglepődtem, örültem neki. Leültünk, találkoztunk itt Esztergomba, és most már több mint egy éve erősíti csapatunkat. Szerintem ma pont egy éve. Igen? Na, hát ezt így időzítettük. Ma pont egy éve. De nem egy éve kezdted a szakmát? Hát nem. 2002-ben kezdtem el dolgozni Budapesten. Igazából eddig csak Budapesten dolgoztam. Pedig vidéki vagyok, én Nógrád megyei vagyok. Uh-huh. És eddig csak Budapesten dolgoztam, és igazából tényleg, ahogy mondja Zsolt is, egy véletlennek köszönhet igazából, hogy itt vagyok most. Szerencsére azért eddig jó éttermekben tudtam dolgozni. Annó még ugye nem voltak ilyen Michelin csillag, stb. Amikor elkezdtem dolgozni, de is itt felénk. Akkor is ilyen első osztályú étteremben dolgoztam elég sokáig. Olyan nagy emberek keze alatt, mint Kalla Kálmán például, aki világ egyik leghíresebb séfje szerintem számomra, best of még mai napig. Aztán utána így jött egy-két lehetőség, hogy nyilván a vendéglátásban azért főleg a konyhán az a jó, hogyha minél több helyen kipróbálja magát az ember, minél több helyen megméretteti magát. És igazából volt szó külföldről is, de azt így igazából elengedtem, meg nem is szívesen mentem volna, jobb itthon, hogy vagyok vele. És utána is ilyen öcsillagos szállodáktól kezdve ilyen kis magánétterembe is megfordultam. Uh-huh. Aztán az elmúlt, ott a Cakumpak bisztró előtt az elmúlt 5 évben egy Michelin csillagos étteremben voltam junior sous-chef, és az egyik ilyen kihelyezett éttermükben pedig chef. És igazából rengeteget tanultam ott, és abszolút tudom kamatoztatni ezt a tudást itt vidéken is. Már hál' Istennek nagyon nyitottak az itteni vendégek. Meg hát most itt a nyár folyamán rengeteg turista is érkezik hozzánk, akár a fővárosból is, vagy reméljük most már lassan külföldről is, úgyhogy abszolút lehet ezeket a dolgokat. És abszolút nyitott, tényleg vevők teljesen az új dolgokra, nem hiányolják a jól bevált régi, tipikusan ugye vidéki éttermekben felsorolt előforduló ételeket, úgyhogy hál' Istennek egyre jobban veszik azt, hogy szűk étlap van, frissebb, vannak ajánlatok mindig, ugye főleg a hajós étterem, ott is van minden hétvégi ajánlat, és abszolút csak szinte egy-két negatív komment, hogy nyilván mindig van, de azért hál' Istennek azért 99%-a az abszolút pozitív.
De ez nyilván akkor látszik, amikor visszatérnek az állandó vendégek, meg egyre többen vannak, vagy nem fértek el, ugye? Így van. Hála Istennek azért tényleg mind a két hely, főleg hétvégén nagyon-nagyon teltházas. Lent a hajós bár az hétvégén tényleg... Az egy különleges is, mondjuk el azt őszintén. Így van. Amellett a, nyilvánvalóan a kulturális élményekre szórakozásai szoktál nagy hangsúlyt fektetni. Így van, igen. Majdnem minden hétvégén élőzenés koncertjeink vannak. Próbáljuk azt is azért elég évről évre színesíteni, mindig új dolgokat csinálni, akár összefűzni egy borvacsorával, most egy két hete sztékeket csináltunk, velős csontot, tehát minden hétvégére a törzs vendégeknek, hogy egy kicsit tudjunk újítani, mindig beszúrunk olyan dolgokat, amik újdonságok és különlegességek, és hála Istennek tényleg erre is vevők az emberek. És nyilvánvalóan sok fontos a közös munka, te nyilván a kreativitása, hogy ötleted, tegyünk föl valami újat, és akkor mi sok séffel szoktunk együtt dolgozni, és ez nagyon jó, mert olyanok voltak, mint a művészek, és mindenkinek megvan egyfajta terület, nyilván mindenféle ételt készítetek, de mégiscsak megvan mindenkinek a maga stílusa. Neked, hogyha ezt be kéne kategorizálni, milyen irányt képviselsz te? Hú, ez érdekes igazából. Ahány helyen dolgoztam, ugye mindig minden hely így formálta a személyiségét az embernek, legalábbis én magamon ezt észrevettem. Mindig az adott helynek a stílusát így felveszi egy kicsit az ember, nyilván saját ízlését, saját dolgait beleteszi, de azért igazából az elmúlt 5 év az így nagyon rajta maradt a stílusomon, ez a kicsit ez a fine dining, fine bistrós stílus. Uh-huh. Ugye, mint az új étlapon is, hogy a cakumpakban is azért lehet látni. Talán ez a stílus egy picit, de igazából minden oldalát már kipróbáltam nagyjából gasztronómiai, tehát a sushitól kezdve a távol-keleti ételek, az ázsiai, a közel-keleti, bármelyikben. Most indul ugye a nyári műsorunk, és most a második éve lent vagyunk a Hajós Bárba, és onnan jelentkezünk be, ez így lesz idén is. Nyilvánvalóan, ha már az ételeknél vagyunk, vagy a kínálatnál, akkor hogyha összekötjük a szórakozást is, meg a kulturális élményeket, akkor például idén egy újdonsággal is lehet majd találkozni, erről majd részletesebben beszélünk a nyári műsorunkban, és azért nyugodtan mondjuk el, mert egy újdonsággal készültök családoknak. Így van, a Bringo hintóval. Igen, most hát múlt héten nyitottuk meg. Van rá érdeklődés, ugye azért most újdonság, így van. Szerintem egyébként egy nagyon jó dolog, én évekkel ezelőtt még a Margit-szigeten próbáltam, ugye oda a Nautilus hajósbárhoz raktuk a központját. Lent ugye a szigeten csináltunk egy kijelölt ajánlott útvonalat, ahol tudnak a családok, gyerekek biciklizni. Most egyébként valamelyik nap, már ugye iskola vége felé volt, és így kicsit szabadabbak voltak a gyerekek, az Erzsébet iskolából kijöttek, elvitték, tehát úgy látom, hogy azért van rá érdeklődés. Hát ez nyilvánvalóan egyfajta olyan élmény is, amit össze lehet kötni több mindennel. Így van, tehát ez egy igen. Jó dolog. És ha már ott vagyunk, hogy gasztronómia, mert te is azért szereplője leszel a mi Gasztropercek című műsorunknak ugye az elején. Nyáron nyilvánvalóan, meg hát minden évszakban egy kicsit az étlap, meg az étrendünk is, meg az igényünk is változik. Nyáron egy kicsit, hogyha általánosabban kéne megfogalmazni, mi szokott változni, milyen ételek jönnek elő leginkább? Hát nyilván az egyszerűbb, könnyebb ételek, a nem túl zsíros, nem túl laktató, inkább egy ilyen salátás, szerintem a tészták is édesolhatók, akár egy hamburger, nyilván azért az kicsit zsírosabb ugyan, de azok mindig sikeresek, ugye. Nyilván van egy-két olyan étel, amit így nem lehet levenni az étlapról, hiába például most is van egy erdély gombás ételünk, mert egyszerűen azt mindig keresik, ha azt leszednénk, akkor valószínű minden második olyan, aki azt már ette, az akkor én azt szeretném, vagy valami. Hát, vagy a brassóink, vagy ilyen például. Igen, ősszel kipróbáltuk a brassóit, ugye még pont a pandémia előtt egy jó hónapot szerintem még nyitva voltunk, így az új étlappal. Így abszolút sláger lett a brassói, idézőjelben a brassói, tehát nem a klasszikus ezt a ragut képzel az ember, hanem egy picit másképp, picit más. Azért minden, tehát most kimondtam, hogy brassói, ne arra gondoljunk, amit feltétlenül mi otthon készítünk, de a brassóit egyébként ezerre féleképpen lehet készíteni, nem? Igen, tehát ilyen ahány táj, így az ország ahány része, valahol tesznek bele zöld borsót, valahol nem tesznek bele, igen, valahol ilyen lecsó alapú, valahol nem. Tehát az eredeti klasszikusabban semmi, tehát hagyma, fokhagyma, szalonna, sertésszűrt, meg burgonya, meg petezselyem zöld. Tehát elvileg ez, de hát annyi fajta... Mindjárt van. Gyere, lecsinálunk egyet. Jó, meg kóstoljuk. No. Ez is szerepelni fog, hogy a gasztropercekben az egyik. Igen, az egyik étel. Picit másképpen, mint az étlapon, kicsit a otthoni elkészítés mód miatt egy picit könnyítés azért lesz benne, hogy
Igen. De az, mert ugye az ilyen szuvidált hús van benne, és azért otthon nem mindenkinek van azért szuvid gép és vákum gép, úgyhogy inkább... Megvannak a praktikák, de ezeket elmondod majd a műsorban, hogy van is még. És egy picit, ha már itt vagyunk, a víz is nagyon fontos ugye a ti életetekben, és azért ott nyáron, ugye a JAK kikötőnek is köszönhetően nagyon komoly a nemzetközi élet is zajlik, mert itt aztán jönnek-mennek a turisták is. Így van. Tehát így az emberi ha el sem tudná képzelni, hogy mennyi ember megfordulott. Hát rengeteg hajós vendégünk van tényleg, amikor elkezdtük csinálni, akkor így meglepődtem, hogy ugye nem csak a szárazföldről érkeznek hozzánk vendégek, hanem a subdeszkától elkezdve a kajak, kenu kikötnek, kérnek egy korsó sört, a kisaszállnak a kajakból. Hogyha hétvégén tehet ház van, akkor vannak hajós vendégek, tavaly is volt, Gangsta Zoli koncert volt, kikötöttek a hajók a hajó elején, vacsoráztak az emberek, ott onnan iszogattak, tehát hogy... Egy fantasztikus Nagyon-nagyon jó, tényleg egy különleges hely. Akik ugye nincsen kapcsolatuk a hajókkal, azoknak azért érdekes, mert tényleg az a leülés fél méterre mellett a jaktok közlekednek, igen, vagy a jetskisek, vagy tehát tényleg nagyon érdekes, jó hely, nagyon szeretjük. No, hát szerintem sokan szeretik, akik még nem voltak, nyilván menjenek el, de ne csak ide. Szerintem Esztergom számos helyén is érdemes mindent kipróbálni. Főleg nyáron, mert akkor beindul az élet, most már zajlik az EB, egyébként ott is képviseltetitek magatokat, tehát az EB szurkolói helyszínén is találunk mindenféle érdekes dolgot. Hát köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Köszönjük. Aztán hajrá. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük, ez volt a háttér. Természetesen a képernyőn már olvashatják is jól megszokott elérhetőségeinket. Ha bármi kérdésük vagy észrevételük van, akkor ne tartsák magukba, tudják. Kövessenek bennünket, hamarosan jövő héten startolunk a nyári műsorunkkal, és kövessenek minket a közösségi felületeinken, és akkor nem maradnak le semmiről, a térségben történt eseményekről. Minden jót, viszontlátásra! A műsor támogatta a Média Tanács, a Média Tanács támogatási program keretében.